hanem hogy azt kell észrevennünk, hogy ez nem tegnap vagy tegnap előtt kezdődött. Ennek legalább fél évezredes múltja van, és előtte meg nincs múltja. Tehát azt jelenti, hogy valami rettenetesen fontos dolog történt a reneszánsz idejében. A jelenlegi nyugat-európai történetírás, ezt már egy pásztor itt elmondtam, az eddigi időszakának, tehát amióta egyáltalán van történetírás Nyugat-Európában, legnagyobb válságát éli. Miért? Azért egyre másra derülnek ki olyan írásokra, amiket eddig perdöntő hitelőnek tartottak, hogy hamisítványok. És egészen döbbenetes dolgokról, tehát olyan ókori emlékekről is, amiről mi azt hisszük, hogy azok rendíthetetlen hitelűek. Mert itt nem tudom, említettem-e, de jelenleg a legvitatottabb kérdés már régen nem a 300 év, hogy az most tényleg megtörtént-e, tehát a karolingi kornak a mesterséges vagy valódi története, hanem az, hogy tessék megfogodkodni, hogy Homérosz egyáltalán ókori jelensége, vagy reneszánsz jelenség. És ezek nagyon komoly formában vetődnek föl, még csak azt sem mondhatjuk, ez a német tudósoknak vagy áltudósoknak a hobbija, mert nem is német vetette föl. Ez történetesen orosz vetette föl, és nagyon értelmesen érvelve a német már csak átvette. És további érveket gyűjtögetett hozzá. Tehát ne felejtsük el, hogy a reneszánsznak gyakorlatilag nincs irodalma. Azt jelentette volna, hogy ott egyáltalán nem születtek művek, de igen, Homérosz művek születtek. Tehát, hogy nagyon kiélezzem a kérdést, ez ma olyan feltételezés, amit egyedül az ember csak ámulva-bámulva hallgat, és megpróbál utána nézni a saját eszközeivel. Egyelőre úgy tűnik, hogy meg kell barátkoznunk ezzel a tétellel. Bizony a reneszánszban az első igazán szervezett mafia tevékenység indult el. Pontosabban ez volt az a korszak, amikor ez már világméretűvé dagadt. Ugyanis ekkor hódítják meg az Amerikákat, ekkor indul el a keleti irányban Szibéria meghódítása, és az iszlám birodalom ekkor fajja föl a maradék részét, hát az akkor ismert világnak, tehát Észak-Afrikát, illetve Dél-Ázsiát. Na most ez három rákos daganat. Tehát innentől kezdve az emberiség társadalom története gyakorlatilag nem egy organizmusnak a története, hanem egy elrákosodási folyamatnak a története. És ennek ma egy eléggé előre haladott stádiumában vagyunk. Na most olvasok. A Bakócz féle megjelenés tehát 1513-ban volt, és 1513-ban őt úgy engedi haza a pápa, hogy ad neki egy legátusi tisztet, és vele azt a megbízást, hogy keresztes hadjáratot szervezzen. Na most az a könyv, amiből én most, ha nem is mindig szó szerint, vagy inkább ritkán szó szerint, a Parasztháború 1514-ben címet viseli, Barta Gábor és Fekete Nagy Antal írta, és a Gondolatnál jelent meg 1973-ban, alapvető mű. Ez a Fekete Nagy Antal, aki hát az alapszöveget írta, meghalt mielőtt megjelent a mű, és Barta Gábor kiegészítette, ő levéltáros volt, és nagyon alapos munka után összegyűjtötte a ma még elérhető a Dózsa parasztáborra vonatkozó adatokat, és ennek alapján dolgozta ki a vele kapcsolatos hát elképzeléseit, amik úgy néz ki, hogy nagyon helytállóak. Na most miről van itt szó? Adva van ez a pápa által megajánlott lehetőség. Ez a Giovanni Medici tizedik Leóként is pontosan tájékozott volt Európa, ami azt jelenti, hogy a nyugat, és hát akkor már ugye Bizánc nincs, tehát 1453-ban elesett, tehát a helyébe nyomult az iszlám birodalom, ugye az oszmán birodalom ügyeit illetően. Nagyon szépen leírja ez a Paul Weser, hogy
ezeknek a nagy bankároknak létérdekük volt, hogy abszolút napra készen tájékozottak legyenek. Tehát az, hogy hol kell pánikot kelteni azért, hogy az emberek eladják a javaikat, hol kell azt sugallani, hogy majd azt mondta, hogy recesszió van, tehát hogy recesszió van, tehát visszavonulás van bizonyos javak termelésében, vagy a pénz éppen romlik, hogy akkor adják ki az emberek minél hamarabb. Tehát egészen napra készen kell tájékozottnak lenni. És ez itt indul el, ami azt jelenti, hogy a diplomácia maga is itt indul el. Na most a diplomáciának az egyik lényeges összetevője az, hogy hazudj ügyesebben, mint az ellenfeled. Tehát innentől kezdve a hazugság nem csak, hogy nem tiltott, hanem egyenesen parancsba adott. Tehát azt jelenti, ha nem tudsz hazudni, le fogunk cserélni. Nem tud elhitetni az ellenféllel, hogy mi kis ország vagyunk, kis miniszterelnökkel, és így tovább, akkor le fogunk cserélni. Neked azt kell velük elhitetni. Hiába tudom, hogy soha nem volt ekkora miniszterelnökünk, soha hiába tudom, hogy Magyarország jelenleg tipikusan középméretű, tehát nem kis ország. Európában nem érdekel. A tényleg senkit nem érdekelnek innentől kezdve. Tehát ezt már Burkhardt megírta, Jakob Burkhardtról beszélek, ő is svájci volt egyébként, és a Reneszánsz műveltség Itáliában című híres, nagyon híres munkájában ezt már nagyon régen megírta, és nagyon szépen is írta meg, hogy hogyan válik a hazugság politika intéző fő-fő tényezővé. Na most ebben a helyzetben 1513-ban fölméri a Medici család, és ezek családi maffiák, ezt gondolom nem kell továbbiakban részletezni, nem a Habsburg maffia és családi maffia. Tehát én hiába mondom, hogy hát ő nagyon becsületes ember, hát ő szalad, vagy ilyen, abszolút éhabegtelen, kérem, hogy ez ő is becsületes, vagy nem becsületes, mert családi maffia van. Ha túl becsületes, ez úgyis lecseréljük, ugye? Tehát ez azért jó, ha tudjuk, mert ez sem tegnapi jelenség. Tehát ilyen ügyekben természetesen nem is lehet egy egyén olyan mértékig tájékozott, hogy ilyen nagyságrendi döntést hozzon. Ők nagyon szépen kinézték, hogy ennél kedvezőtlenebb pillanatot keresztes hadjáratra nem lehet megtalálni. Egyszerűen lehetetlen. Tehát először is senki nem bántja most Magyarországot. Tehát ha mi most elindítunk egy hadjáratot, akkor mi vagyunk a kezdeményezők annak minden ódiumával. Tehát nem tudjuk beadni innentől kezdve, hogy mi honvédelmet gyakorlunk. És gondolom, hogy fel tudjuk mérni, mi a különbség, mondjuk harci érték tekintetében, egy nép, hogy mondja, hadviselésében, a közt, hogy én hazámat védem, vagy hogy elindulok egy támadó hadjáratra. Hát ez szó szerint ég és föld különbség, különösen a magyarság esetében. Na most tehát akinek eleve ilyen parancsot adnak, hogy Drang nach Osten, mint ami ugye a németeknél már legalább egy fél évezredes parancs, menj keletre, ne törődj vele, hogy ott már laknak, menjél, gázold le őket. De hát ők mindig arra hivatkoznak, kérem, hát Dávidnak ugyanezt mondta Jehova, nem, de. Hát akkor. Tehát egy németet soha nem lehet sarokba szorítani, mert mindig az Ószövetségre hivatkozik. Hát ha egy picit művel, ez nem jellemző egyébként, de általában, és teljesen igaza van. Tehát nem ők találták ki azt, hogy Úr nekünk adta, tehát azt csinálunk vele, amit akarunk. Ezt nem ők találták ki. Most ilyet soha nem mondott magyar uralkodó. Hát ha csak Habsburg nem mondta. Ezt ne nevezzük magyarnak, hanem muszáj. Tehát a következőt részletet olvasnám föl most, abból a könyvből, amelyik hát több ilyen kedves dologban fog szolgálni ma, Taurinus Istvánnak, Bakócz Tamásnak volt közeli munkatársa, annyira közeli, hogy egy kicsit Bakócznak a nézetei fogalmazódnak itt eposszá a paraszti háborúval kapcsolatban. Ez a magyar címe, paraszti háború. Egyébként Tauromachia az eredeti címe, ugyanezt jelenti. És ilyen címen is vonult be a magyar irodalom történetbe. Valószínűleg jelenlévő nagy része hallott róla, és abban szinte biztos vagyok, hogy senki sem olvasta. Ez magától értetődő. Tehát ami fontos dolog, azt általában nem olvassuk el. Miért? Mert lebeszélnek róla. Tehát ugye egy lenyit, ez nem olyan fontos eposz, nem kezd el sokat foglalkozni. Helyette tudok, hogy nagyon jó ilyet a Brody írtam, és
tökös dalamoknak. Tehát le lehet beszélni arról embereket, hogy elolvassanak fontos dolgokat. Most akkor ebből én felolvasom az elejét, még egy-két részletet majd felolvasnék, ugyanis úgy kezdi el Taurinus, hogy a parasztháború, hát amiről tudjuk, hogy tulajdonképpen keresztes hadjáratnak indult. Tehát ez a bizonyos Giovanni Medici fölmérte, kedvezőtlen a helyzet, tehát indítsunk el keresztes hadjáratot. Miért? Mert akkor megszabadulok először is ettől a veszélyes ellenféltől, Bakócz Tamástól, le fogja járatni magát, tehát tuti biztos, hogy ebbe belebukik Magyarország. Ráadásul fölhergeli maga ellen a török birodalmat, ami most éppen nyugszik. Miért nyugszik? Mert a perzsiai hadszintére harcol. Tehát keleten van lekötve. Maga ellen hergeli, tehát akkor egészen biztos meg fog indulni ellen az oszmán haderő, és az oszmán haderőt akkor egy ország olyan méretű, mint Magyarország nem tudta megállítani. Egyszerűen lehetetlen volt. Tehát ez nem olyan kérdés, hogy nem volt elég hős, meg nem volt elég katona, nem erről van szó. Hát egyszerűen olyan mennyiséggel rohantak le egy országot, megállíthatatlan. És a hadviselésben rendkívül korszerű volt a fegyverzet. Tehát az ágyú parkjuk az akkori időknek a leggazdagabb, erősebb, nagyobb tüzerei ágyú parkja. Hogy csak ezt az egy... fegyvert nincsen. Na most, mi az eredménye ennek a meghirdetett keresztes hadjáratnak? Az, hogy túl jól sikerül. Tehát erre még a Mediciek se számíthattak, hogy tényleg jól sikerül. Tehát mindjárt felolvasom azt a részletet, és ahol elmondják, hogy mire képes ez a hadsereg. Tehát az, amit Dózsa végül is elég érthetetlen, miért éppen ő, de minden esetre ő indít el, tehát ő lesz a vezére, nagyon nagy ütőerejű hadsereg lett. Tehát körülbelül 40 ezerrel számolnak, de a reguláris hadseregen kívüli rész. Tehát csak az, ami hirtelen toborzott keresztesekből áll. Most ehhez hozzáadjuk még, most neveket fogok mondani, nem sokat. Tehát a Beriszló Péter által horvát bán volt akkoriban. Horváth Szlavon bán, hogy pontos legyek. Tehát, és egy nagyon kiváló hadvezér. Tehát őneki volt egy nagy hadserege, amivel eredményesen is harcolt a törökök ellen. Tehát ez itt most győzelmek sorozata ez az időszak. A másik meg Zápolya János, Erdélyi Vajda, aki szintén lement egészen délig, Boszniáig, és bizony megverte a törököket. Erről se tanulunk, mert ez is győztes csata volt. Tehát egészen jól álltunk volna. Ehhez hozzáadunk még körülbelül 40 ezret, ennyire becsülik a keresztesek számát, mondjuk amikor már úgy jól összegyűltek, hát ez egy elég ütőképes hadsereg. Tehát azért ezt így is kell számon tartani. Egyáltalán nem volt reménytelen ez a vállalkozás, ha összhang van a három hadsereg között. Na most itt jött közbe valami, ami hát mai napig ilyen enyhe vitatárgy, hogy lehetett egy ilyen jó helyzetet elrontani. Hát ez egy külön téma, most nem ez a mai esti témánk, de lényeg az, hogy sikerült. Tehát sikerült úgy egymással szembefordítani ezt a három erőtényezőt, hogy Zápolya, amikor még föl lehetett volna lépni, nem lépett föl, egyébként Mohács nem ugyanezt csinálta, tehát idejében nem állt a dolog mellé úgy, hogy irányt tudott volna neki adni, hanem leblokkolta, leszabotálta szó szerint. A másik Beriszló Péter pedig valószínűleg Zápolyával szembeni rivalizálása miatt megint csak nem lépett úgy föl, hogy össze lehetett volna hangolni ezeket a hadműveleti, egységeket. Na most ez a Taurinus István, aki már 5 évvel a levert parasztháború után írja meg az eposzát, nagyon érdekesen kezdi el. És tulajdonképpen itt kapcsolódik be az ő története és Dózsa története a Bakócz Tamás Róma falai alatt című történetbe. Mentegetőzik Taurinus, hogy az ő hőse most, ugye eposz hős, az valamilyen nagyon pozitív személy kellene, hogy legyen. Most ne felejtsük el, hogy 1519-ben 5 évvel a parasztháború leverés és Dózsának iszonyatos körülmények közt való kivégzések után a Dózsát semmiképpen nem lehet pozitív hősként beállítani. Tehát akármennyire szimpatizál is helyenként vele, mert ezt lehet érezni a műből. Végülis Bakócz embere volt, ezt ne felejtsük el. Tehát Bakócz választotta ki, Bakócz nevezte ki
Szó szerint. Ne felejtsük, egy senki és semmi volt előtte Dózsa.